A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum 9. és 10. A-osztályos diákjai adtak műsort a Költészet napja alkalmából április 11-én. A tanulókat Gazdóf Miklósné igazgató helyettes köszöntötte, majd József Attila életéről és munkásságáról Pozsonyi Petra tanuló számolt be diáktársainak. Elhangzott az, hogy József Attila szerint a költészet maga az élet. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján április 14-én ünnepeljük. Természetesen nem csak őt, hanem a költészetet, a lírát magát is. Az írás nem csak önkifejezés, örök titokzatosság, amely hatással van emberre és így a világ folyására, megfoghatatlan, mégis annyira élő. Ezután a tanulók József Attila, Radnóti Miklós és Tóth Árpád verseket szavaltak. Az irodalmi előadást az alkalomhoz illő dalok is színesítették. Nagy a világ, az ég ígér, de van ez a föld, ami kezünkbe fér.